Köszönjük szépen. Három farka van és énekel? Hm? Opera énekes fragban. Úgy eszembe jutott. Sokak kérésének teszünk eleget. Hogy az... állítja meg a ninja a teherautót? Belelép a fékbe. Mivel rövid... játszik az indián gyerek a vasúti sinek között? Az életével. Hát ilyeneket tudok én ja. Rövid leszek, mondta a kígyó, és felmászott a sínekre. Sokak kérésének tettünk eleget azzal, hogy néhány perces összeállítást készítettünk az elmúlt évad legsikeresebb vagy legjobb pillanataiból. Nézzük meg együtt! A fekete leves. Hernádi, Havas és Verebes után Bajort is perbe fogta Grespik László. Verebest március 19-én hallgatták meg, zárt ajtók mögött. Bajor Imrét pedig keresi a rendőrség, és hamarosan... Engem nem lehet, hogy külön fotóznátok, hát... Milyen baromi érdekes, mi? Hogy keres a rendőrség, mert ez így rendben van, az rendben van, hogy őt nem találnak, de a francnak talál meg minden hónapban a villanyszámlás, a gázszámlás és az apec. Ezt nem értem meg, soha nem értem. Azok meg megtalálnak. Bennünket, akik úgy beszélgetünk, Isten bocsássa meg, esendő emberek vagyunk, mint otthon. És általában az emberek, hát rágárkodunk, ilyen világot élünk, én sem örülök neki, de hát így van. De hát ezek politikusok, és az a címe, hogy a nagy szerszám. Ez egy a nő, egy nő írja ezt. Egy hölgy. Hát de most tudod, hogy mire célzott. Hát, mint ahol tolja, nem magára. Hát az a erre céloz. Hát a Tornyán ő magára volt, hogy néplán a kis gazdapát olyan, mint vőlegény szerszám nélkül. De most képzeld el, hogy... Ez nem írhatja, hogy egy nagy f***sz, hát... Valamit felolvasték nektek egy labból, amit általában nem szoktam a kezembe venni. A főszerkesztő írja személyesen. Tévét néztek. A társaság egyik fiatalabb tagja egyenesen azt a véleményét fogalmazta meg, hogy a hétfős kabaré brigádból egy nemzeti kommandónak legalább 2-3-at ki kéne végeznie. Azzal érvelt, hogy a tévékabaré olyan súlyos... De nem szeretett, ha én az Orbán Viktorral jót mondok. Én nekem előbb volt a barátom, mint neked. De nekem még soha nem volt, és feltétlenül már nem is lesz. Ezt hogy fogod megmagyarázni majd te, amikor meg mi volt a Verebessel? Nekem volt a legtöbb közöm hozzá, mit akartok. Kocsos. Azt nem? De akik ezők jártak annó dacumálián kollégiumi, mi ez? Nem tudom, mi ez a Bíbó kollégium. Igen, ott a Miss Livetsferi tanította őket, és amikor a Miss Livetsferi egyedül érezte magát a lakásban, mert én ott hagytam, akkor bizony följártak oda a fideszesek ilyen hozzá. Nem hozzám, hanem hozzám. Ő is. A hűt helyemen téged váltott, nagyjá. A szeretődnél téged váltottak. Igen. A fideszesek? Úgy emlékszem. Hát az baszottak. Gyere, menjünk fel a Miss Livetsferihez. Az a baj, hogy ez olyan jó volt, hogy ezt biztos benne hagyják. A francba! Azért vagyok egy frászba! De tényleg! Nyugodtan kivághatják, nekem ad meg a címét. Akkor mondjuk be, hogy a Kistahín szeretője volt, de minden. Hát tiszta, hogy milyen vagy. Tegyük hozzá még kettő. Nem vagy normális, hát elájulok anyat. Ezt a hanyat elájulásodat használta ki a Miss Livets. Csúnya módon. Ha a
Andu ülne a helyedbe, öngyilkos lenne ma. Hozzáteszem, hogy ez az illető úr, ez egy, az egyik legokosabb pasi Magyarországon. És képzeld, de szóba állt velem. Igen. Komolyan. Most már sajnáljam. Hallatlan fölkészült, és nagyon okos. Igen, egy nagyon okos ember. Most mondd, mert azt hiszik tényleg, hogy a Gál Völgyi ennyire jó. Hát nekem mi jut? Egy kis, egy takács, egy hajdú, ez meg kikapja a Miszli Vecet. Hát, meg ott voltam a kandidátusi védés, én a bizottság titkára voltam. Csak hallatlak benneteket, akikről beszéltek, egyedül én ismerem több mint 20 éve, mondjátok csak. Na, mindegyiket. Nem olyan mélyen, mint én. De ha te ismered 20 éve, akkor meg mit hallgatsz? Hát azért mondom, hogy én csak nézem, hogy olyan emberekről beszéltek, akiket soha nem láttatok. Mi bukok vagyunk. Hát. Én nem jártam a Miss Rivács Ferivel. A bajor szemezgetett vele azért. Szegény Feri, édesesztem, mit tudom. Jaj. Érdekes, olyan embereket is le tudunk járatni, akiket nem ismerünk, és nem is érdemlik. Hát azt ezt akarok mondani neked. Hát van-e része? Ahol Bátmár lakott hull a forgás. És a forgás Gabi is dögöljön. Azt javaslom, hogy most kérjük bocsánatot mindenkit! Képzeljétek, a szegény Miszli Veszett ül szombaton, vagy nem olyan most. A gyereke, felesége. Yes. És a tévéből tudja meg, nem hogy az, ki van vele. Hát épp ez az, hogy... Nem nézi a tévét, és másnap nyugodtan megy sétálni az utcán, és mindenki gyöhög, és így mutat. Azt mondja, vannak ilyen katonák, és vannak ilyen katonák. Ez tényleg ilyen komplikáltam. Milyen vagy? Ez egy komplikált, és most megérzi. Az a nyomorult, amelyik eddig nem kapott a sugárzást. Muci, de azért gondolj a civilekre is egy kicsit. Komolyan szokom. Juci, azt mondd el neked, melyik volt a legemlékezetesebb sugárzás? Az, amire úgy azt mondod, ez egy sugárzás volt. Na. Ja, mindig a Jucinájuk adunk ki. Minden szarul csinálnak ezek? Szóval mi az, az lehetetlen, hogy egy kormány minden szarul csinál. Valami jót csak csinál. Nem figyeltél oda a hírekre, amikor ez a Rigler nevű, ha a frakciótagokról van szó, és az ő pénzükről, nagyon jót csinálnak mindent. Nem olvastad a híreket. De nincs valami, ami tényleg, ami... De. Például az Orbán Viktor nem írt könyvet még az Ámbó Jimmy-ről. Ezt a... Köszönöm.